Átvágták a szalagot az Aliszkabau most átadott paksi telephelyén, az új szerelőcsarnok bejárata előtt. Kocsmár Balázs, a cég vállalkozói és üzletági igazgatója elmondta, már közel 30 éve vannak jelen Pakson és környékén is, de nem véletlen, hogy most komolyabban is kikötnek az atomvárosban. Mind a jelenleg futó projektjeink, mind pedig a térségben lévő projektjeink kiszolgálása véget jött az az ötlet, hogy egy olyan csarnokot létesítsünk itt a közelben, ami ezt ki tudja szolgálni. Nem titkolt vágyunk az, hogy a Paks 2 beruházás kezdetekkor itt legyünk, illetve részt is vegyünk rajta, úgyhogy a vezetőség ennek tudatába intézte, illetve próbálta azt a forrást megpályázni ennek, hál' Istennek meg is nyertük, meg tudtuk valósítani ezt a beruházást. Ez egy kétszintes épület, ez egy hibrid épület, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az alsó szintje egy vasbeton szerkezetre alapszik, a felső szint pedig egy könnyű szerkezetes építmény. Az alsó szinten fognak történni a munkálatok, a fizikai munkálatok, még a felső szinten ennek az egységnek a kiszolgáló irodái lesznek. Beton, acélvágás, hajlítás, legfőképpen ezek lesznek a fő profilok itt. Ezzel a beruházással új munkahelyeket is teremtettek, hiszen a műhely 30 fő foglalkoztatására is képes, és ha minden jól megy, akkor az irodai szinten is 15-20-an dolgoznak majd. A beruházás közel 400 millió forintból valósult meg, aminek 70%-át pályázati úton nyerte el a cég. A munkáink zöme az EU-s forrásból van, illetve maga az innovációt is próbáljuk EU-s forrásokra alapozni, hiszen hatalmas nagy segítség nekünk az, hogy közel 60-70-80%-os visszanemtérítendő támogatásra tudjuk akár a gépparkunkat, akár ilyen impozáns épületeknek a felhúzását megvalósítani. Az örömmel tölt el, hogy ez a csarnok megvalósult, bízom benne, hogy még több valósul meg. Süli János Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen elmondta, fontos, hogy merjenek a vállalkozások fejleszteni. Örülünk neki, hogy az Aliszkabau, aki családi vállalkozás, és mármint, hogy itt a fölirat mutatja, 30 éves családi vállalkozás, ők gyakorlatilag 30 éve dolgoznak Pakson, hogy eddig nem mertek saját telephelyet építeni, hál' Istennek ez megtörtént. Egy értékes, szép épülettel, és ugye itt, ha körbenézünk, nem ők az első ipari park létesítők, de fontos most, hisz egy kicsit a gazdaság is megtorpant, a háború, a szankciós intézkedések miatt fontos, hogy itt tovább folytatódjanak a betelepülő cégeknek a érkezése. Ez a városnak abból a szempontból jó, hogy a lakosság, a környékbeli lakosságnak a foglalkoztatása biztosított adóbevétel a városnak tudja működtetni a meglévő intézményeit, mert ő is gondban van, hogy szorítani kell, sporttámogatástól, egészségügyi ellátásig minden. Tehát ezek azt teszik lehetővé, hogy előrébb haladjunk, és ami még fontos, hogy ugye ez tényleg ad egy reményt arra, hogy ahogy a szűk, hisz elmondta az ügyvezető igazgató úr, hogy nem a legjobb évet futották ugye az idén, és a jövő évi kilátásaik se a legjobbak, de mindenféleképp azt gondolom, hogy itt előbb-utóbb a gazdasági helyzettől függetlenül az erőmű építése fölgyorsul, és akkor mindenkinek lesz munkája, és még több ilyen üzem fog ide települni. Szabó Péter Paks polgármestere is részt vett az átadón, kiemelte, várhatóan a város is sokat profitál majd abból, hogy egy ilyen komoly cég telepedett le az ipari parkban. Mindig nagyon örülünk, hogyha egy cég, egy vállalkozás ide települ Paksra, főleg úgy, hogyha egy telephelyet is létesít, mint tette azt az Aliszkabau ZRT, és pláne örülünk akkor, amikor egy olyan cég települ ide, illetve hoz létre egy telephelyet, amely cég már több évtizede letette a névjegyét, kézjegyét itt Pakson. Tehát rengeteg olyan beruházás valósult meg itt Pakson, amelyet az Aliszkabau ZRT valósított meg, még paksi telephely nélkül, de akkor is nagyon fontos ez számunkra. Fontos abból a szempontból is egy ilyen telephelynek a kialakítása, hogy az adóbevételeink természetesen ennek köszönhetően
minden bizonnyal nőni fognak. Abból a szempontból is nagyon fontos, hogy új munkahelyeket teremt a cég itt Pakson, tehát ebből a szempontból is nagyon fontos számunkra, hogy itt létrejött ez a telephely, illetve hát ugye a Paksi Ipari Park szempontjából is nagyon fontos, hogy tud bővülni az ipari parkunk, főleg annak tudatában, hogy, vagy annak ismeretében, hogy a Paks 2-es beruházás előtt állunk, és nagyon fontos számunkra az, hogy minél több cég ide tudjon települni, és majd részt tudjon venni esetleg a Paks 2-es fejlesztésben, beruházásban. Ennek a feltételeit mi próbáljuk megteremteni, Paksváros önkormányzata, tehát a helyi építési szabályzatunkat úgy alakítjuk, hogy ezek a cégek ide tudjanak települni, illetve magát a Paksi Ipari Parkot is úgy alakítjuk ki előzetesen, hogy minden feltétel meglegyen, megpróbáljuk közművesíteni az ipari parkot, hogy minél egyszerűbb legyen ezeknek a cégeknek itt megjelenni. Hozzátette, egyre vonzóbb a Paksi Ipari Park a cégek számára. Főleg most ugye, hogy a Paks 2-es beruházás, most már én azt gondolom, hogy visszafordíthatatlan, és valóban elkezdődik az építkezés is. Ugye miniszter úr utalt is arra, hogy már 5 méter mélyre leástak, tehát elkészült az alapgödör 5 méter mélyen, és hát ugye ezek a cégeknek valahol telephelyet is kell létesíteni, és igen, vonzó számukra a Paksi Ipari Park, és hát mi bővítjük is ennek megfelelően. Horváth Kálmán Tolna megye főispánya is részt vett az átadó ünnepségen. Azt gondolom, hogy dacára annak, hogy 2020 óta Magyarországot, Európát és az egész világot sújtja a pandémia, illetve az orosz-ukrán háború, illetve az azt követő mindenféle megszorítások. A jelenlegi helyzetben Tolna megyében, és ezt gondolom, hogy Magyarországon is, a gazdaság pillanatnyilag azért elég jól működik. Tolna megyében egy héttel ezelőtt hallhattunk adatokat a népújság rendezvényén, hogy komoly eredményeket érnek el az itt lévő vállalkozások, és 30 éves, vagy egy picivel idősebb Korcsmár cég, az Aliszka Bau is, én azt gondolom, hogy a prosperáló cégek közé tartozik.